Na üdv mindenkinek, sziasztok, én Turbinyó vagyok, és ez jelen pillanatban itt a For Honor nevezetű játék. Nagyon sok karaktert van itt a kijelzőn, ami még nincsen nekem unlockolva. Látjátok, hogy boldog van három ezek a recruit karakterek, ami azt jelenti, hogy ezekkel mindenki el tud kezdeni játszani, de nekem Orochi a kedvencem, vele vagyok már nagyjából mondhatni, valamilyen szinten már úgy puszi pajtások, együtt szoktunk menni a Project X partikra, meg ilyenekre, úgyhogy nagyon-nagyon keményen toljuk, amúgy ő egy csajos, nagymerű csajszika. Csak hogy van egy baromi nagy kardja, ami azt hiszem katona névre hallgat, és baromira nem szólnék neki keresztül, mert abban a pillanatban függőlegesen egészen a Gatamig szétvágnak. Úgyhogy egy kis harcias Amazonról van szó, nekem jó a kedvenc karakterem. Ez a játék miről szól? Középkori lovagos korszakban lévő viking, illetve szamuráj és lovagok harcolnak egymás ellen. Jelen pillanatban Domination játékmódot fogunk játszani, mint azt láthatjátok, jelen pillanatban 4-4 karakter feszül egymásnak a kijelzőn, feszülnek a bicepsek, dagadnak az izmok, és a airhouse-ot pedig csak úgy virít az embereknek a karján meg a homlokán. Ez meg lesz fűszerezve robotok által irányított géppel. Nem. Ilyen sok kis katona lesz, meg a kijelző, amit a gép irányít. És így fogunk egymásnak hentelni, Domination van 3 pontnak, de el kell foglalni, hogyha mind a 3 miénk, akkor királyok vagyunk. Na! Viszont azt hozzá kell tennem, hogy nekem ez a játék mégis tetszik annyira, mint amennyire csak lehetséges. Ebben a korban én nagyon éltem volna. Nagyon tetszett nekem az a korszak, amikor a lányoknak úgy kellett andalírozni egy jó kis nótát, hogy ott fönt volt az erkélyen, te pedig így néztél föl rá, mert minden hetekig csak magyaráztál neki, mire végre megfoghattad a kezét! Nekem ez nagyon tetszik. Illetve ez van a korban lévő hentelés, agresszivitás, azért valljuk be, minden palinak bejön. De tényleg, halál komolyan, nézd meg! Ez az futásban, srácok, futásban! Remélem mindenki szart egyet, mert abban ki fogjuk szaradni szarad felett! Nézd meg, ott ülnek a picikék, ott ülnek a picikék! Ott futok minden lónyjel! Ott az ellen tényleg az egyik karaktere. Ott van. Gyorsan rá is vágok egyet! Ez az, már henteljük is a nyálát! Ez az! Ez az, megint rávágtam egyet! Hoppá! 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 Ez az! Ez nekem meg lesz! Ez nekem meg lesz! Elfőtt a staminám! Ne már! Hú! Levágtam! Levágtam, mint a zümmögi légy az emberi húsát! Nagyon király! Azaz, azt a pontot azt mondta, el kell foglalni! Elvesztem! Hoppá! Hoppá! Mindjárt hátba vág a másik! Hoppá! Hoppá! Szélütés kaptam, olyat vágtak rám! Hoppá! Hoppá! Megint szélütés! Meg fog halni! Menjél már! Aaa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 
mennék előre, mit csinál? Csapkodja a hátamat, így mint a izé, a világon az anyuka, amikor jön a kész a kanyar, gyere már, nem lehet leállítani a játékot, anyuka, gyere már! Na, ez kb. Ilyen. Na, ez például kifejezetten, hogy is mondjam nektek, zavaró tényező, de nyilván, hogyha egy karddal hátba válnak és éppen szétmeszítik a húsodat a gerinced mellett, akkor nem hiszem, hogy a gyors sprintelés útja, meg mindenféle ilyesminek, úgyhogy... Ja, na várj, ott egy ellenfél. Hoppá! Aha! Jó fej vagy! Hoppá! Hú! Ez az! Hoppá! 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 Levágtam, mint a tehenet! Nagyon király, nagyon tetszik! Nagyon király ez a játék! Olyan, olyasmi agresszivitás van benne, ami nagyon tetszik! Hoppá! Hoppá! Tudom, milyen kis aranyosan elfogott! Na jó! Én inkább ezeket eltelem, mert... Hoppá, mert itt van a térképen írja, hogy ott van mellettem! Na jó, ezeket itt henteljük le, mert ezek sem azt mondom. Hoppá, ne, kösz! Csapatás hadba vágott. Hoppá. You lost, so ó, de aranyosan arra csúszik. De hát nem hiszem el, hát megütöm, na ez a másik. Megütöm, felveselem, ugye, hogy a sávók szédüljön egy picit be. Erre mi van? Erre mi van? Norbi, te szar vagy, úgyis keresztbe vágom a gigádat. Tök mindegy, mi csinálsz. Na hát ja, mindegy, nem baj. Megyünk, futsunk. Na várj, eddig azt adtam, kettő töltem, kétszer haltam. Áááát, közepes.
De mind a három pont most, ami ilyen jelen pillanatban, ott a haverknak föl kéne kelteni a földről. Oda nem megyünk be, mert hárman vannak ott, azok szétvágnak. Azok ott szétvágnak, mint a nyulak. Ez az! Hú! Várjál, a csapattárs engem is megcsesztett a izi kardjával. Ez az! Ez az! Hoppá! Megleszel! Saját magamat ütöm! Ez az! Kettőből kétszer! Nagyon király! Hú! Leváltam a gyokárolom! Fejét! Engedjetek már el, hát mi ez itt basszus? Jegyelenőrök vagytok, hogy nem engedtek át, mert mi van már? Komolyan mondom, hát vigyel be pucsaltok. Na, jó ez. Megcsináltad a bőrköltet rendesen, ha? Nem? Nagy baj. Ott vannak föl, jó, ez is meglett. Hú, egész jók vagyunk, itt van még egy van balra. Hát az. Ez az, meg lesz! Meg lesz! Hú, de levágtam a tepsi seggedre! Gyere már vissza! Hoppá! Hoppá, hoppá, hoppá! Hoppá! Aha! Ez milyen jó fej! Amúgy nem játszik rosszul ez a karakter. Vagy az emberke. Ez az! Ennyi volt! Csövi! Hát ez elvesztett a fejét, gyerekek! Ezenek elborult az agya! Ez az! Szegénykét, hogy eladtam tőle! Nem baj, kapom pontokat, minél jobban, minél többet, annál jobb. Oké, okay, ez az! Hoppá, hát elvesztettük, menjünk oda, gyorsan srácok! Szedjetek a virgásokat! Föl van, ott van fönt. Megyek. Meg kell, hogy legyen. Ez nagyon könnyű győzelmet kérdezik. Lost Zone C. Megleszel. Hoppá. Hoppá. Ez az. Meglepte, te is. Puff. Hello. Hello, baby! Ez az, capturingoljunk az A-pontot! Erről majd nem szó. You captured zone A. Nagyon brutális! Na megvan ez, egy csomó pontot fogok kapni. Hát itt öltem, kétszer haltam. Egész jó, szerver első vagyok. Pedig amúgy nem van bénen játszom, srácok. Ha, a gránát az jó volt. Hoppá! Hoppá! Hoppá, Csövi, rávágtam, mint az állat! Peter Buzz a legendary! Hoppá, Barney Stinson lettem. Hoppá. Gyerekek, ezt nagyon szétcsapkodjuk! Ezt nagyon szétcsapkodjuk! Úristen, ez nagyon kapott! Peter Buzz, ez a godlike! Erről van szó. Hoppá. Azt hittem le fog futni, mert akkor ebben a gránát nem van rá esélye. Oké. Okay. Hoppá. Most van az, hogy az összeket az ellenfelet likvidálni kell. Meg lesz. Nagyon helyes. Ez meg volt. Megvan mindegyik, hallod? Már csak egyetlen egy kell valamerre. Nem tudom, merre van. Egyetlen egy lényeg, kettőt még meg kell ölni, és abban a pillanatban győzelemeskedtünk is. De az A pont az övék, úgyhogy valamára... Ja nem, nem, a B pont az övék. Ha, ott lesznek lent valamára. Biztos vagyok benne. Valahol itt. Valahol pedig itt lesznek. Vagy nem? Szóljátok, hogyha látjátok őket. Ha ott van a térkép írja is. Itt van valamára fönt. Meg kell lennie, meg kell lennie. Öljétek meg, srácok! Vagy oda megyek, azt megöm én. Ha, rá meg fog halni, hogy oda jön. Ennyi, cső, le is szúrták. Csőváz. Hát ez elpatkolt, ez elfeküdt. Orocsiba királyok voltunk. Yeah!
Na jó király! Úristen, mennyire győztünk! 11-et öltem, 2-szer haltam! Na ez egy jó mérkőzés volt! Úgyhogy srácok, ilyen a Forerunner nevezetű játék! Kérlek szépen, hogyha tetszenek a videóim, vagy tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, ez nekem nagyon-nagyon jól esik. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem továbbra is olyan tartalmat fogok gyártani, nektek tetszik. Én Turbinyó voltam, lehetek jók, sziasztok!